Tisztelt Országgyűlés! Megkérem képviselőtársaimat, foglalják el helyüket, hogy el tudjuk kezdeni a szavazásokat. Tisztelt képviselőtársaim, úgy gondolom, volt elég idő megbeszélni a szüneti problémákat. Kérem, hogy foglalják el helyüket. Tisztelt Országgyűlés! Most részletes vitára bocsátások következnek. Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes eljárási és igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról szóló TPER 3522-es számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az Országgyűlés az előterjesztést 227 igen, 79 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta. Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Nándorfehérvári diadal emléknapjának megünnepléséről szóló H/3040-es számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! Az Országgyűlés az előterjesztést 316 igen szavazattal, egy nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta. Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes agrár és környezetvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló TPER 3415-ös számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az Országgyűlés az előterjesztést 322 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta. Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007-es, 6.28-as számú OGY határozat módosításáról szóló H/3133-as számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! Az Országgyűlés az előterjesztést 328 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta. Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi 61. törvény módosításáról szóló TPER 3141-es számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az Országgyűlés az előterjesztést 281 igen, 41 nem és 9 tartózkodó szavazattal részletes vitára bocsátotta. Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló TPER 3414-es számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az Országgyűlés az előterjesztést 251 igen, 42 nem és 40 tartózkodó szavazattal részletes vitára bocsátotta. Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló TPER 3404-es számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az Országgyűlés az előterjesztést
242 igen, 92 nem szavazattal tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta. Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa részletes vitára a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló éppen 3359-es számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztést 242 igen, 93 nem ellenében tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta. Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa részletes vitára a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló téper 3495-ös számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztést 247 igen, 51 nem, 39 tartózkodó szavazattal részletes vitára bocsátotta. Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa részletes vitára az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform előkészítéséről szóló 37/2010 6. hó 16 OGY határozat módosításáról szóló H/3523 számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztést 335 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal részletes vitára bocsátotta. A részletes vitákra ma este kerül sor. Tisztelt országgyűlés! Szatmári Kristóf és Horváth Zsolt fideszes képviselőtársaink arról tájékoztattak, hogy a téper 369-es számon benyújtott a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 57. törvény módosítását kezdeményező törvényjavaslatokat visszavonják. A házszabály 103. szakasz első bekezdése alapján a részletes vita lezárását követően ehhez az országgyűlés hozzájárulása szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hozzájárul-e ahhoz, hogy Szatmári Kristóf és Horváth Zsolt képviselők a téper 369-es számon előterjesztett törvényjavaslatokat visszavonják. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az előterjesztés visszavonásához 332 igen, 3 nem és 2 tartózkodó szavazattal hozzájárul. Tisztelt országgyűlés! Soron következik a Magyar Államvasutak ZRT jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető 2002-2010 közötti kiemelten a MÁV ZRT szerkezet átalakítására és a leánytársaságok privatizációjára vonatkozó döntések vizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről szóló jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A Gazdasági és Informatikai Bizottság önálló indítványát H/3500 21-es számon kapták készhez képviselőtársaim. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a H/3521-es számú országgyűlési határozati javaslatot? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a határozati javaslatot 295 igen, 41 nem és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta. Tisztelt országgyűlés! Soron következik az állami számvevőszékről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. A Gazdasági és Informatikai Bizottság önálló indítványát téper 3109-es számon, az egységes javaslatot pedig téper 3190-81-es számon kapták készhez képviselőtársaim. Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem Domokos László urat, az állami számvevőszék elnökét, és Varvasovszky Tihamér urat, az ő helyettesét, akik a helyszínen kísérik figyelemmel a határozathozatalt, és minden kedves munkatársukat, akik megtiszteltek bennünket azzal, hogy a szavazásnál jelen vannak. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a benyújtott módosító javaslatokat összevontan tárgyalja meg az országgyűlés. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. Megnyitom a záróvitát a Téper 3190-89-es számú ajánlás 1-től 6-ig terjedő pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Igen, Nyikos László képviselő úrnak adok szót először, a Jobbik képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm, elnök úr! Elnök úr, kérem, mennyi időm van? Köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt országgyűlés, kedves kormánypárti képviselőtársaim, önök egy rossz törvény megalkotására állnak készen, vagy ülnek készen, és azt szeretném itt a fináliban hangsúlyozni, hogy ennek a törvényjavaslatnak az előkészítése nem volt megalapozott, nem voltak meg azok a szakmai viták, amelyek egy európai szintű, európai uniós szintű törvénynek a megalkotását jelenthették volna. Nem tettek eleget a törvényjavaslat készítői annak a kötelezettségüknek sem, hogy a hatályban levő jogalkotási törvény szerint és annak szellemében azokat a társadalmi, szakmai vitákat lefolytatták volna, amiket a törvény is kötelezően előír. Így aztán ennek az ismeretlen szerzőtől eredő elaborátumnak a szakmai színvonala rendkívül gyenge. Én elmondtam az általános vitában, hogy szerzője ismeretlen, mint a népdaloké, előterjesztője van Rogán Antal úr személyében, kézbesítője is van Domokos László elnök úr személyében, de olyan szakmai fórum, olyan szakember, akivel megbeszélhette volna az érdeklődő képviselő azokat a szakmai részleteket, amikre itt nyilván nincs mód, ilyen szakembert önök nem neveztek meg. Az előkészítetlenségére sok példát lehetne hozni. Ugye 28 olyan módosító indítvány született, amit önök kormánypárti oldalra nyújtottak be, és nem beszélek arról, hogy az ellenzéki oldalon az MSZP és az LMP részéről is számos módosító indítvány született, a Jobbik tudatosan nem jutott be ilyet, mert ennek a szakmai színvonal annyira gyenge, hogy én nem hiszek abban, nem hiszünk abban, hogy a szakmai gyengeségeit módosító indítványokkal korrigálni lehetett volna. Még a módosító indítványokhoz is 7, azaz 7-es kormánypárti kapcsolódó módosító indítvány született, és még most is a záróvita kapcsán az egységes javaslathoz is érkeztek újabb indítványok. Ez mind azt bizonyítja, hogy nem volt ez a törvényjavaslat kellőképpen előkészítve, pedig lehet jó törvényeket alkotni, kedves képviselőtársaim. Nemrég fogadtuk el a világörökségről szóló törvényt, ami szerintem, amennyire én meg tudom ítélni, egy jó törvény volt, nem utolsó sorban azért, mert egy 3 éves előkészítő munka előzte meg, szemben ezzel a törvényjavaslattal, ami nem tudni, hogy hol készült, netán valamelyik Fidesz közeli Kft-nek a műhelyében, továbbra is ismeretlen az